Ausztria után egy másik szomszédos országban, Szlovéniában is megjelent a majomhimlő vírus. Van olyan virológus, aki szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon is megjelenjen a betegség, de abban minden szakértő egyetért, hogy járványra nem kell számítani. A helyzetet Falus Ferenccel értékeljük. Volt tiszti főorvosa, jó estét kívánok, köszöntöm. Ön is egyetért? Nem kell aggódni a majomhimlő miatt? A lakosságnak semmiképpen nem kell aggódni, a szakembereknek igenis figyelemmel kell kísérni ennek a majomhimlő vírusnak a terjedését, a típusát meg kell határozni, fel kell készülni arra, hogy ha erre szükség van, akkor megfelelő védőoltás időben rendelkezésre álljon. Sajnos én azt látom, hogy az utóbbi 2-3 napban az világon megismert majomhimlós esetek száma duplázódott. Tehát valószínűleg még további esetekre kell számítani, és egyelőre a terjedés módjáról sokkal kevesebbet tudunk, mint ahogy az szükséges lenne. Külföldi virológusoktól olvastam, hogy pont ez aggasztja őket egyébként, hogy a majomhimlős eseteket több különböző országban is kimutatták, mert hogy ez nem volt jellemző, nem tudott így terjedni, mert hogy nem túl fertőző. Most már azt is vizsgálni fogják, hogy mitől lehet az, és nem fertőzőbb-e, mint korábban. Ez a vírus, ugyanúgy vírusról van szó, mint mondjuk a koronavírus esetében, tud mutálódni, lehet-e erről szó? Hát ezt nem tudjuk. Természetesen félni ettől is kell, mert minden vírusnak a szerkezete változhat. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem valószínű. Tehát az a vírus csoport, ami ilyen endémiás megbetegedéseket okozott eddig, elsősorban Afrikában, tehát már több mint 40 éve ismerjük ezt a vírust. 1970-ben volt először Kongóban ilyen járvány. De ilyen, hogy gyakorlatilag néhány hét alatt 3 földrészen megjelenjen, és most már az utolsó eset, amiről hallottam, hogy már Csehországban is egy nő megbetegedett, Szlovéniában van beteg, Ausztriában van beteg, tehát nagyon gyorsan terjedt, tehát pontosabban nem tudjuk, hogy mi volt az a forrás, amiből hát ilyen módon ez szétszóródott. Ráadásul ugye olyan esetek vannak, akik nem utaztak sehova, nem világos pillanatnyilag a terjedési módja. Én azt mondom, az már azt mutatja, hogy nyilván emberről emberre terjed, hogy nem utazással, és akkor már egy az biztos, hogy emberről emberre terjed, de azt még egyelőre nem tudjuk, hogy olyan emberről is terjed-e tovább, aki nem a primér forrástól fertőződött meg. Tehát ennek a vírusnak a fertőző képessége, legalábbis a jelenleg ismereteink szerint, sokkal kisebb, nagyságrendekkel kisebb, mint a koronavírus. Belgiumban azt olvasom, hogy már karantén van emiatt, 21 napos ez a majomhimlő miatti karantén, annak ellenére, hogy egyelőre csak 3 esetről tudnak Belgiumban, azóta lehet, hogy már többről nem tudom. Miért van szükség erre, vagy szükséges lenne ez egyáltalán ön szerint, vagy ez egy túl reagálás? Egyáltalán nem túl reagálás. Ugye a lappangási ideje ennek a betegségnek akár 21 nap is lehet, és ezért szükség van arra, hogy azokat a kontaktokat, akiknél fölmerül a gyanú, hogy esetleg a vírus tovább tudják adni, azokat minél előbb elkülönítsük. Tehát a járványnak ebben a szakaszában a legfontosabb a felderítés és a kapcsolati hálónak a kiderítése, és annak a meggátlása, hogy ez tovább terjedjen. Na, de ha nem annyira veszélyes, ugye ön mondta az előbb, hogy nincs olyan magas kockázata, mint a koronavírusnak, akkor miért van erre szükség? Mondjuk, amit mi ismerünk, bárányhimlő, annál például veszélyes. Csak mert van, aki belehal a bárányhimlőbe is, és nagyon súlyos következményei lehetnek egy bárányhimlőnek is. Ez így van, de a bárányhimlővel mégis védőoltásunk is van most már a betegségen, azért a többségünk átesett korábban. Itt nagyon érdekes tulajdonképpen az, és ezért jó, hogy a bárányhimlőt említette, hogy milyen kereszt védettséget ad, akár a bárányhimlő való átesett, vagy a bárányhimlő elleni védőoltás, vagy a himlő elleni védőoltás. Tehát Magyarországon, akik 1978 után születtek, azok már nem kaptak a himlő elleni védőoltást. Az én combomon még látszik a himlőoltásnak a helye, hogy ez milyen védettséget ad a valóságban, ezt pillanatnyilag nem nagyon tudjuk, de feltételezhetően ad. Ráadásul a himlő elleni védőoltás, ami még katonai raktárakban rendelkezésre áll,
az egy elég veszélyes védőoltás. Tehát arról szó nincs, hogy azt tömeges oltásra veszélytelenül lehetne alkalmazni. Tehát... Mit lehetne egyébként? Mert a híradóban hallhatták a nézők, hogy Németország berendelt 40 ezer darabot elleni oltásból. Igen, de ennek kockázata van. Tehát ez csak nagyon egészséges embereknek, ezt elsősorban fiatal katonáknak az oltására használták. Általában a korábbi évtizedekben szerzett tapasztalat azt mondja, hogy 18 év fölött a betegek, vagy 18 év fölötti egészségeseknek az oltásánál nagyobb az oltási kockázat a himlő elleni oltásnál, mint egy más védőoltásnál, amit használunk. Ugye említette már Csehországot, Szlovéniát, Ausztriát, tehát nagyjából körülöttünk már mindenhol van. Feltételezem, hogy előbb-utóbb itt is lesz. Rusvai Miklós is ezt mondta, ebben egyetért, hogy ez megúszhatatlan, hogy Magyarországon is legyen. Magyarország sose szokott megúszni semmit. Akkor pont akkor a tüneteket mondja, hogy mikor kell gyanakodni, hogy valaki esetleg elkapta ezt a himlőt. Akkor, hogyha valami olyan kiütés jelenik meg rajta, ami szokatlan, és elsősorban akkor, hogyha ezek a kiütések például a végtagokon kezdődnek, tehát nem a testén kezdődnek ezek a kiütések, akkor nagyon szükséges az, hogy minél gyorsabban diagnózis legyen, és hát megfelelő laboratóriumi vizsgálatokkal ezt azonosítani lehet. Mit csináljunk? Hogyha ilyet tapasztal magán háziorvos, az elmenjen, vagy telefonáljon. Ugye a Covid alatt ezt megtanultuk, háziorvoshoz nem lehet elmenni, telefonon tudunk vele értekezni, de ez nyilván látni kellene. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag bármelyik orvossal, aki a környezetében van, vegye fel a kapcsolatot, legyen az akár a háziorvosa, akár az ügyelet, akár a mentőszolgálat. Pillanatnyilag szerintem Budapesten a László Kórház az, ami a legfelkészültebb az ilyen betegeknek a fogadására és az elkülönítésére is. Azt tudjuk, hogy pontosan hogyan terjed? Nem. Tehát ezt egyáltalán... Szoros kontaktussal terjed, de ez a szoros kontaktust, ez elsősorban nem szexuális kapcsolatot jelent, hanem azt, hogy az együttélésnél, együttétkezésnél, és nem egy pillanat alatt lehet megfertőződni, hogy valaki mellett elmegyek, rám köhög, és akkor én megfertőződtem. De egy apró bőrsérülés, akár egy láthatatlan bőrsérülésnél is meg lehet fertőződni, és elég stabil ez a vírus, tehát elég hosszú ideig képes egy felületen megmaradni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ennek a vírusnak a terjedését, hát mondjuk a Európában, vagy legalábbis azokon az országokban, ahol ez eddig nem fordult elő, ott meg lehessen gátolni, hogy ez tovább terjedjen. Utolsó mondat, tényleg 20 másodpercünk van a Covid-ra, már csak ennyi időt hagytam, mert hogy szerencsére nem kell túl sokat beszélni róla, de valóban így van, ez számít esetleg ősszel egy újabb hullámra, vagy ki lehet azt most mondani, hogy az Omikron miatt megszelidült ez a járvány, immunizálódtunk, oltottak vagyunk. A immunizálódtunk az majdnem biztos, tehát az Amerikában való felmérések szerint az amerikai lakosságnak már közel kétharmada találkozott a vírussal, hogy Magyarországon ez milyen arány, ezt pillanatnyilag nem tudjuk. De én azt gondolom, hogy akinek még volt szerencséje nem találkozni a vírussal, és nem esett át a betegségen, idősebb és krónikus beteg, az most is viseljen maszkot, hogyha tömegbe megy, vagy zárt térbe megy, a kockázat megvan, és valószínűleg megvan a kockázat annak, hogy egy újabb vírus változat esetleg, vagy ősszel még problémákat fog okozni. Nagyon fontos lenne az, hogy aki 4 hónapnál régebben kapott emlékeztető oltást, az újra kérje az emlékeztető oltást. Itt is persze elsősorban az idősebbekre és a krónikus betegekre gondolok. Köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Én is köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, jön az 500, holnap este újra várom önöket. Viszontlátásra!